és megy a hűítés a médiában a görögökkel kapcsolatban. Be fognak zuhanni. Jaj, végük van! Hát a minap az ATV-n Róna Péter egy nagyon jó kis beszélgetésben elmondta azokat a hátsó információkat, hogy a görög 260 milliárdos eurós tartozás le van fedezve. Úgy van lefedezve, hogy a világ három legnagyobb befektetési csoportja fölvásárolta ezeket az adósságokat, tehát őnekik már nem kell Európában meg az IMF-nek kifizetni. Ha azt mondják, hogy ők nem tudnak fizetni, akkor nem tudnak fizetni. Ugyanis ott kockázatviselés van, úgy, ahogy velünk szemben ez a szar szerződés nem működik, ott most visszaüt. Ezt nem tudom, hogy hogy értékel, de nekünk is ezt kéne csinálni. Egyszerűen meg fognak szabadulni az államadósságtól és lenullázódnak. És valószínű, hogyha most szavaznak, hát remélem, hogy lesz annyi eszük, hogy az Európából szépen kilépnek, és akkor nulláról indulhatnak. Nulláról indulhatnak, és a nem létező adósságot, amit a nyakukba vartak, szépen elfelejtik, és végre újra talpra állnak, és a helyüket elfoglalják Európában, mert ez egy nagyon jó kis hely volt. És tönkretették őket. Én nagyon szeretem őket. Éljenek a görögök! Éljenek a görögök! Éljenek!